megújult Komárom egyik legpatinásabb épülete. A Jókaimor városi könyvtár belső terei már korábban megszépültek. Most egy kormányhatározatnak köszönhetően az udvart, a tetőt és a homlokzatot is felújították. Új bejárati előlépcsőt, tárolót, pincelejárót alakítottak ki. Az épületet hőszigetelték, és egy 5 kW-os teljesítményű napelemrendszert építettek ki. A beruházás bruttó összege 166 millió forint volt. A könyvtár megújulása több szempontból is szimbolikus jelentőségű. Egyrészt ismét gyarapodott a felújított közintézmények száma, másrészt energiakorszerűsítés történt, ami mentén a jövőben gondolkodnunk kell, mondta Molnár Attila polgármester. Ezért is van szimbolikus jelentősége. Mindig az ilyen jellegű felújításnak, ami a könyvtárat érinti, és el is szoktam mondani, mert a Felvidékről, Észak-Komáromból ugye nagyon sokan járnak ide hozzánk, nem csak a diákok, hanem mindenki, aki ugye magyar anyanyelven szeretne könyveket olvasni. Ezért a mi felelősségünk jóval nagyobb egyébként a könyvtárnak a fenntartása, működtetése tekintetében is. Ezért kicsit más a folyóiratellátásunk, bővebb, mint a többi intézménynél, vagy többi hasonló jellegű könyvtárnál. Maga a könyveknek a palettája is azt gondolom, hogy jóval szélesebb körül, de ez pont azért van, mert ebből a szempontból szintén az összetartozás szimbolizálja. Tehát nekünk úgy kell gondolkodnunk, hogy az egy Komáromnak is a könyvtára vagyunk. Több szempontból is fontos és egymásra épülő beruházás a mai, mondta Cunyiné Bertalan Judit, az Északnyugat-Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. A könyvek bármilyen furcsa teljességet nyitják ki, és a könyvtáraknak ez a küldetése. Bármennyire vannak nehéz időszakok, és esik a látogatószám, csökken a kölcsönzők száma, csökken az aktivitás, ami a könyvtárak fele mutatkozik, akkor is a teljesség fele vezetnek a könyvek, hogyha ezt a hétköznapi értelemben nem tudjuk, vagy vannak, akik nem akarják esetleg elfogadni. Úgyhogy ezért lényeges, hogy a könyvtáraink legyenek állapotukban, kinézetükben, működésükben megfelelő infrastruktúrális állapotban és környezetben, mert a mai világ az a látszat világa. A város lakói számára színes, tartalmas programokat szeretnénk kínálni a megújult könyvtárban, mondta Dudás Judit igazgató. És nagyon várjuk az olvasóinkat, reméljük, hogy minél többen ellátogatnak, nem csak a programunkra, hanem csak úgy esetleg szombat délutánonként, amikor egyszer társas játékozással várjuk az olvasókat, egyszer kézműveskedéssel, egyszer a filmklub várja a látogatókat. Minden szombaton délután más-más műsorral készülünk, és várjuk a ide látogatókat. Az ünnepségen Gál László, Latinovics díjas előadó művész közreműködött. Merre nincs csillagfény, arra fogok menni, ott fognak engem igazán szeretni, ott fognak engem igazán szeretni.